A kiskörösi Bem József általános iskolában került megrendezésre október 3-án a Lázár Ervin program jóvoltából egy zenés előadás, melyre több intézményből érkeztek az alsó évfolyamos osztályok. Az az előadásunk címe, hogy Táncolni mindenki tud. Ez egy ilyen nagyon érdekes interaktív előadás a kicsikkel, alsó tagozatos gyerekekkel. Kicsit táncolunk, ritmusgyakorlatok, hangszerismeretek, van velem három fantasztikus zenész, akik a Budapesti Filharmóniai Társaság tagjai, őket képviseljük. És a gyerekek remélhetőleg becsatlakoznak hozzánk, meghallgatják, hogy miket játszunk, ritmusgyakorlatokat tapsolunk, táncolunk, szóval egy nagyon érdekes kis előadás. Wegner Judit elmondta, hogy ez a program lényegében egy kultúrmisszió annak érdekében, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerkedjenek a zenével, valamint az általa nyújtott élménnyel. Nagyon sokat kérdezgetek tőlük, ők válaszolnak, tehát az interaktivitás része is megvan, és közben folyamatosan zenélgetünk, utána megbeszéljük, miket hallottatok, mit láttatok, álljunk fel, gyertek, akkor most mozduljunk meg, szóval egy nagyon kis érdekes előadás ez. Az előadás során olyan könnyű zenei dalok csendültek fel, mint például a tangó vagy a swing sajátos dallamai. Ezek a dalok igazán jó hatást gyakorolnak a közönségre, hiszen nem csupán füled gyönyörködtető, hanem akár táncra is lehet perdülni e dalok hallatán. Ezt a programot májustól egészen október végéig hirdette meg a Budapesti Filharmóniai Társaság. Most jelenleg ott tartunk, hogy három csapatunk van, tehát három zenész, egy előadó, így vagyunk egy csapat, és szimultán három csapatunk megy az ország minden pontjára, vidékre, Budapesten belül, vagy Budapest vonzás körébe egyaránt, rengeteg iskolába megyünk, rengeteg felkérésünk van, hála Istennek. A program hosszú távon kedvezően befolyásolja majd a felnövekvő generáció felnőttkori kulturális intézménylátogatási hajlandóságát és szokásait.